Na sziasztok, itt a rossz játékos jelentkezik. Mint láthattátok előző videóimban, csináltam a Dodge Charger-ből, hát igazából két verziót. Hát először a gyári sima változatot csináltam meg, utána pedig ugyanazt a motort, ugyanazt a 7,2 literes V8-as motort, ami ebbe 395 lóerőt teljesít. Megspékeltem egy turbóval, meg mindenféle földi jóval, és 395 lóerő helyett, kapaszkodjatok meg, ha esetleg nem láttátok a videót, összesen 1993 lóerőt produkáltam. Mármint a motor, nem én. Tehát ebbe az autóba, ami itt van most előttetek, ez csak 395 lóerő, a másik az meg már 1993 lóerős lesz. Meg lehet csodálni ezt a gyönyörű króm díszítést, ezt én csináltam saját kezűleg, úgyhogy igazából ezek ilyen krómozott lökhárítók, hát nem pontosan tökéletesen összeillesztve, de legalább mind a két helyen egyformán kilóg. Úgyhogy lehet mondani, hogy ez ilyen dizájn. Tehát ezek gyakorlatilag mind a vízszintes, mind a függőleges részek, ezek különálló alkatrészek, ugyanolyan, mint ez az alsó, csak méretre szabva és úgy beállítva, hogy jó legyen. Ez a két függőleges izé pedig, ami úgy tűnik, mintha ugye lámpákat takarnam, ez igazából nem takar lámpát, hanem ez két kisebb hűtőrács lett a nagy hűtőrácshoz odarakva, szóval egy kicsit hát így tudtam megoldani, hogy hasonlítson valamennyire a Dodge Chargerhez. Na, akkor induljunk. Eleget jártottam a szám. Hát ez nagyon csúnyán kipörgött. És elég, nem tudom, furán beremeg egy kicsit a motor a nagy fordulaton. De szépen megy. Miután úgy rendesen elindult, akkor már megy. Elvileg 300... Szóval 330-an tud menni, azt hiszem. Most próbáljuk meg egy finomabb indulás, hogy ne pörgessük szét a kerekeket. Nem pörgettük szét a kerekeket, csak elég csúnyán ment. Azért ezt még gyakorolni kell. Megpróbáljuk úgy, hogy megállok a vége előtt. Mondjuk itt végezünk. Ez szép volt. Csináljunk egy ilyen FBI-os fordulást. Próbáljunk egy olyan elindulást, hogy nem pörgetjük szét a kerekeket, de azért nem is olyan betegesen indulunk. Aha. Na, így már okésabb. Elvileg azt hiszem 4,9 másodperc alatt gyorsul 100-ra. És ilyen 300 akármennyivel megy. Ja, még egy dolgot próbáljak ki velem. Nézzük meg így oldalról egy ilyen pörgőkerekes indulást. Nagyjából belőttem. És 3, 2, 1. Úgy pörög az a kerék. Durva. És most csinálok egy ilyen piruettet fékezés közben. Hát nem igazán pirületezik, meglepően stabil fékezés közben is.
Ez még itt tetszik. Őszintén meg vagyok a leégedve. Igazából, ha raktam volna bele egy pörgésgátlót, akkor még rendesen is lehetne menni. Csak hát ugye ilyen izomautóba kipörgésgátló ugye nem illik. De tetszik. Lehet még ilyen kipufogókat kellett volna rakni rá, hogy egy kicsit izébb legyen, érdekesebb legyen, meg nagyobb keréktárcsákat, de amúgy ez egy okés kis autó. Na jöjjön most az ignyenc falat. Úgy neveztem el ezt az autót, hogy a rossz játékos brutália, mert ez egy nagyon brutális autó, ez az 1993 lóerős motor. Szerintem visszamegyek a játékba is, még egy kicsit még srófolok egy kicsit még a beállításokon játszom, és csinálok belőle egy ilyen 2000 lóerő fölötti verziót is majd, szerintem, nem tudom, hogy csinálok-e. Na szóval, ez már a hangja is eléggé vad. De szerintem szét fogja füstölni a gumit, és nem fogok túl sokat haladni vele. Na, induljunk akkor. Aha. Igazából a kipörgés gátló kínlódik, hogy az autót sebességbe tartsa. Ezzel majdnem fel is szálltam a végén. Szóval kicsit finomabban kéne indulni velem. Ez nagyon brutális. Tényleg. Psza. Az a baj, hogy nincs elég hosszú pálya, hogy végig tudjam próbálni ezt az autót. Milyen szépen kiszakadt az alja. De, bár elvileg... Ó, hát itt még van-e hátul egy csomó hely. Próbáljuk akkor brutáliával végigmenni. Viszont elvileg a fék az nagyon jó. Na, akkor menjünk ide a leghátrébb, amennyire csak lehet. És indulás! Lássuk, milyen tempót érek el a végén. De instabil. 250-nél is kipörög a kerék. És elérjük a 400-at. Elértük a ütközés előtt, elértük a 400-at. 400 km per órát. Úgyhogy ezzel tényleg nagyon, nagyon lehet menni. És igazából még egész biztonságos is, mert 400-al mentem neki a kerítésnek, és azért ahhoz képest nem rossz. Most megpróbálok egy olyan vadságot, amit igazából nem kéne soha, hogy kikapcsoltam a kipörgésgátlót, és paddográzzal indulok. Aha. Azt viszont nem lehet. Felszállt a hátsó szárnyam. Tök jó. Na, próbáljuk finoman indulni velem. Aha, így lehet. Azt hittem le tudok fékezni.
De meg kéne itt forduljunk és a pálya végéről. Hű. Kicsit későn reagál a kerék. Ezzel viszont szerintem szépen lehet pörögni a kocsival. Mindjárt kipróbáljuk. Menjünk a pálya végére. De nagyon brutálisan megáll. Nem hiába brutália a neve. Na akkor csináljuk úgy, hogy itt respawnuljon. És akkor induljunk neki finoman. Túl kéne lépjük a 400-at. Ez nagyon brutál, mondjuk a megállás egy kicsit brutál. Most próbáljuk ki, mondjuk, hogy felgyorsunk 300-ig és fékezünk, és fogadok veletek egy almában, hogy fel tudod gyorsulni úgy 300-ra, hogy megálljak a pálya végén. Na ezt figyeljétek. Hopp. Na jó, ezt újra. Itt most bekapcsolom a kipörgésgátlót, mert nem akarok össze-vissza pörögni. És úgy gyorsulunk fel. Amikor elérjük a 300-at, akkor fékezek. Hopp! Ó, ez bőven benne volt. Szerintem még 350-re is fel tud gyorsulni és lefékezni. De próbáljuk meg. Szóval 350 és fék, és nem is a pálya végén, tehát nem is a pálya elejéről kezdtem el fékezni. De most próbáljuk meg vele ilyen körbe-körbe menni, egy kicsit távolabb, és így pont fel, aha, így valahogy. És akkor volán oldalra, és padlógáz. Aha, egész jól lehet pörgetni. És most a volánt kiegyenisítem. Most egyenes a volán, teljesen egyenes. Ezzel aztán lehet gumit égetni bőven. Nagyon durva. Nincs így közel. És most ellenkormányzás. Vagyis ilyen ellenkormányzás. Ezzel aztán lehet szórakozni. És persze, hogy odavertem, mert egy igazi profi gumiégető az odaveri a kocsit. Na hát ezzel lehet szórakozni. Na, nézzük meg így oldalról egy padlógázas indulást. Csak nem tudom tartani egyenesbe. Na most legyen az egyenesben tartom challenge. Hogy padlogázzal indulok, és minél nagyobb távot kell megtegyek úgy, hogy ne csúszszak ki. Hopp. Most már gyakorlatilag egy helyben megyek.
és oda fogom verni. Oda vertem. Amúgy, ahogy kinéz a brutália, higgyétek el nekem, hogyha én ezt így az autót megépíteném, pont így, ahogy kinéz, és pont ezzel a motorral, mondjuk olyan, mit tudom én, 2,5 vagy 3 millió euróért, mind a 100 darabot el tudnám adni. Szerintem lenne rá piac. Mert ahhozért nem tudom. Szóval eléggé különleges egy autó. Gyújtsunk csak fényt. Érdekes. Elvileg van kötlámpám is, Alt N, de úgy látszik ez az automation kötlámp, de bekapcsolt, mintha, de nem kapcsolt be, nem, most nem kötlámpáként, nem kötlámpaként érzékeli. Na hát, ez egy érdekes autócska volt. Szerintem a következő videóban megpróbálom ugyanezt a 7 literes brutális autót, motort, V16-os verzióba megcsinálni, és szerintem azzal túllépem a 2000 lóerőt. Lehet fogadni. Addig is, sziasztok!